Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. A vonalban pedig itt van velünk Szabó Balogh Péter üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm a veleteket. Mire figyelünk a mai napon? Mi érdekesség van? Majd picit azért kanyarodjunk vissza a pénteki USA kereskedésre. Nagyon izgalmas dolgok történtek még a pénteki napon. Lehet, hogy erről már ti is olvastatok, de ez nem más, mint a Disney és a Disneyhez kapcsolódó új szolgáltatás. Ugye ő is versenybe szállt, elindítja a Disney Plus szolgáltatását, amivel egy óriási versenyhelyzetet teremt. Azért ne felejtsük el, hogy a Netflix az, aki egy ilyen egészen meghatározó szereplője ennek a területnek. Igen, ugye, és az Amazon is próbálkozik ugye a babérjaira törni a Prime szolgáltatással, ami hát már nem egy éve. Úgyhogy a Disney az érdekes szereplő. Valóban, tehát a versenyről azt kell tudni, hogy az Amazon mellett, hogy az Apple TV, és ugye a 2018-ban a Time Warner-t megvásárolt HBO is, ugye ott van a szereplők között. Ez a Disney Plus azért egészen sok és egészen nagy versenybe fába vágja a fejszét. Azt kell igazából tudni, hogy ez rövid távon azért borzalmasan sok pénzt fog elégetni, tehát várakozás szerint ez 2,5 milliárd dollár költéssel fog majd bírni majd a 2020-as évben. Összehasonlításképpen a Netflix 2017-ben 8,9 milliárd dollár költött saját tartalom fejlesztésre. Szóval ez a 6,99 dolláros havi költséggel azért eléggé alávág és beszáll a versenybe. Összehasonlításképpen ugye a Netflix előfizetési díjak 13 dollárnál járnak per hó. Ez ugye 2 dolláros emelés jelent, és ezért is volt ugye jelentős árfolyam emelkedés az utóbbi hónapokban a Netflixnél, hiszen az előfizetési díjakat megemelték, így pedig értékelhető profitot termelnek a részvényesek számára. Ugye, és miért is mondom mindezt? A keddi napon fog megjelenni a Netflixnek a gyors jelentése, így a verseny tükrében azért még inkább oda fognak figyelni, és a legfontosabb kérdés az az, hogy az előfizetők száma, illetve az előfizetői számok növekedésének üteme az hogyan változik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas változás lesz. Egyetlen egy fontos nyertesei lehetnek, az nyilván a fogyasztók. Tehát alacsonyabb árakkal, szélesebb spektrumon el lehet érni ezeket a tartalmakat. Tehát a legfontosabb az, hogy hogyan változik az előfizetőknek a száma. Hát szóval ezt pedig tartalommal lehet elérni, és ugye a Disneynek van bőven tartalma. Ha csak egy filmet mondunk, a Star Wars teljes garnitúrája ott van, az azért lesz kihívás a Netflixnek rendesen. Ez így van. Valóban egyébként szerintem ez egy fantasztikus jó lépés volt a Disney-től, hiszen saját legyártott tartalmokkal gyakorlatilag meg lehet tölteni a polcot, és hosszú-hosszú időjére be lehet vonulni a televízió készülékek elé. Ez egy kiváló lépés. Hát igen, itt az a kérdés, ugye, hogy rövid távon mire számítunk mondjuk a két részvény árfolyamában. Az egyik oldalon most egy nagyszabású akció indul és pénzégetés, ahogy mondtad. Amit nem szoktak szeretni a részvényesek. Igaz, hogy megvan a tartalom már, de azért ki kell építeni mindent. A másik oldalon viszont ugye ki van építve minden, és hát gyártjuk a tartalmat. Igen, nézzük meg egyébként közelebbről például a részvény árfolyamokat. Azt látjuk egyébként, hogy a Netflix ilyen nagyon-nagyon ilyen, mint a színuszgörbe úgy néz ki, és az elemzői várakozások viszont rendkívül magasak, tehát minimum 450 dolláros árfolyammal számolnak a szereplők, ilyen célárak vannak, és úgy azt látjuk, hogy tavaly októberben az árfolyam, hogy 380-ról leesett egészen 240-ig,
2019 elejéig, és 2019 január-februártól 240-ről fölment ugye 380-360 dollárig. Most a pénteki napon egy ilyen borzalmasan nagy forgalma volt a Netflixnek, és hát látszik ez a 4,5%-os csökkenéssel párosult mindez. A Disney esetében pedig azt lehet mondani, hogy történelmi maximumon van a részvény árfolyam, és nagyon-nagyon optimisták a folytatással kapcsolatban a szereplők. Tehát azt gondolom, hogy a következő negyed évre azért bőven lesznek itt hírek és izgalmak a Disney Netflix házatáján ebben a versenyben. Én azt gondolom, hogy rövid távon szerintem az a Disney részvényesek örülhetnek, és a Netflix részvényesei most azért vakarhatják majd a fejüket, és azt látjuk, hogy körülbelül február óta majdnem mindenki bukóban ülhet a Netflix részvényekkel. Tehát egy ilyen nagyon-nagy oldalazást, és ez nem néz ki jól egyelőre véleményem szerint a Netflix esetében. Jó. Hát ha erre még jön egy nem túl jól sikerült gyors jelentés, az kibillentheti szerinted? Vagy éppen egy jól sikerült? Majd meglátjuk, ugye kedden mondtad, hogy majd jelent. Igen, tehát kedden ugye gyors jelentést fogunk látni, az elemzők és a szereplők odafigyelnek, mint ahogy az előbb is mondtam, az előfizetőknek a számának a változása. Most ugye elő kell venni a vállalatértékelési tanulmányokat, és akkor meg kell nézni a rövid távon és középtávon milyen lépéseket tehet majd a Netflix ahhoz, hogy megőrizze ezen versenyelőnyét, milyen vállalati átalakításokat kell megtennie ahhoz, hogy a vállalatérték és a részvény árfolyam az ismét magára találjon, és innen még új lendületet vegyen. Én azt mondom, hogy nyilván itt adózási lépések lehetnek, kiszervezési lépések lehetnek, nyilván a piacra lépésnek a költségeit nem tudja magasabbra húzni, ezért ugye több szereplő is ugye megjelenhet a piacon. Itt majd a menedzsereknek lesz majd azért feladata, hogy megőrizzék az előfizetőket. Nyilván olyan lépések is elképzelhetőek, hogy próbálják majd az előfizetőiket magukhoz édesgetni, illetve maguknál tartani, hogy ne pártoljanak át. Esetleg ennek a váltásnak a költsége az jelentősebb legyen. Tehát az ügyfél megtartás szerintem az rendkívül fontos lesz ahhoz, hogy a Netflix versenyben maradjon, és azt az nagyon-nagyon erős tartalmat megőrizze. Igen. Oké, figyeljük akkor ezt a sztorit, egyébként nagyon izgalmas történet. Jó kereskedés nektek a mai napra, és jó munkát. Köszönöm szépen, szervusz. Szervusz. Hello. Szabó Balogh Péter üzletkötővel beszélgettünk. Kire teszel? Hát figyelj, én a Netflixet nem temetném azért, értem, hogy a Disney az egy fajsúlyos szereplő. De az egy, én figyelj, mindig azt mondom, hogy ha most egy ilyen hadpolitikai utalást tehetek, akkor az anyahajót kis gyorsan szádok megzavarhatják, de ha befogja a céltapám, ott kölkövön nem marad. Én azért aggódnék a Netflix helyébe, bevallom őszintén. Ők egy ahol az elefántok jöttek. Táncolnak, ott nem sok fűnő. Figyelj, ők egy diszruptív cégként jöttek, beindították a szolgáltatást, és gyakorlatilag ott vannak már, ostromolják a nagy stúdióknak a sikereit, úgyhogy... A diszruptív az egy állat? Igen. Meg leharapjon. Az a, na jó, ezt létezik majd egyszer megbeszéljük. Létezik egy disztruktív nevű állat. Ezt most adáson kívül megbeszéljük majd, jó? Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.